Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Október 30-a van Alfonz névnapja. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei címszavakban. Az ártatlan áldozatokra emlékeztek Csúrogon. Holnap zárul a népszámlálás Szerbiában. Mészáros Árpádia pataki gyűrű. Szörnyűségbe torkollott a Halloween Szöulban. Az 1944-45-ben kivégzett ártatlan magyar áldozatok emléke előtt tisztelegtek ma Csúrogon. A kegyeleti megemlékezést a magyar-szerb megbékélés jegyében tartották meg a megtépázott Krisztus szoborcsoportnál. '78 évvel ezelőtt több ezer magyart végeztek ki ártatlanul, emellett három magyar lakta település lakosságát kollektíven bűnösnek nyilvánították. A legvéresebb események színhelye Csúrog, Mozsor és Zsabja volt, ahol szinte a teljes magyar lakosságot kiirtották. A megemlékezés résztvevői Teleki Júlia, a csúrogiak kálváriájának egyik túlélője köszöntötte. Beszédében elmondta, az elhunytak nem csak a hozzátartozók áldozatai, hanem a magyar nemzet áldozatai is. Talán mindent el kellene már felejteni, de nem lehet, és nem is szabad. Nem lehet elfelejteni a sok megaláztatást, a koncentrációs táborban eltöltött szenvedést, a sok meggyilkolt életet. Végre eljött a megbékélés napja, nagyon hálás vagyok érte. Az emlékezés fontosságát emelte ki köszöntőjében Vesna Sztyepánovics, Zsabja községi képviselője. Pomirenjuk kao zalogu za budućnost i temelju sa koga se može graditi sve pa i novo prijateljstvo. Srpski i mađarski narod prethodnih godina pokazali su da su spremni iskoračiti iz začaranog kruga prošlosti u kome su međusobne optuže večne i nikad ne prestaju. A történelmi egyházak képviselői Paskó Csaba, Kelebiai plébános, Orosz Attila református esperes és Dolinszki Gábor evangélikus püspök helyettes szóltak az emlékezőkhöz, majd elmondtak egy közös imát. Pálinkás Gábor Magyarország belgrádi nagykövetségének ideiglenes ügyvivője alkalmi beszédében kiemelte, a jövő generációjának védelme érdekében nem szabad és nem is lehet felejteni. Tanulnunk kell a tragédiákból, és éppen ezért emlékeznünk szükséges és kell azokra a tragikus eseményekre, amelyek itt a Sajkás vidéken és Csúrogon is történtek 1944-45 elén. A történelmi megbékélés jegyében a két nemzet áldozatainak emléke előtt 2013-ban Tomislav Nikolić, akkori szerb, és Áder János, akkori magyar államfő közösen hajtott fejet Csúrogon. Erre is emlékeztette a résztvevőket beszédében Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Akkor, abban a pillanatban úgy tűnt, hogy a bűn megoldásra talált, és a hosszú évtizedek óta tartó gyászból és fájdalomból végre megszületett valami, egy új közösségi érzés, amely azonban a várva várt megnyugvás és béke helyett mégis egy egészen más sejtést hozott magával. A felelősség és a kötelezettség terhét. A történelmi megbékélést és az ártatlan áldozatokra való emlékezést a jövőben is folytatni kell, nyilatkozta Fremond Árpád, a Magyar Összefogás lista vezetője. Hogy nekünk az lesz a dolgunk az elkövetkezendő időszakban is, hogy a megemlékezéseket megtartsuk mindenképpen, méltóan őrizzük mártírjaink emlékét, és bízom benne, hogy sokkal több partnerünk lesz ebben, mint amennyi volt az elmúlt időszakban. Az ártatlan áldozatokra való megemlékezést koszorúzás zárta, a történtekről 1990-ig beszélni sem lehetett. A szerb kormány 2014-ben, 7 évtized után helyezte hatályon kívül a három vajdasági település magyar lakosságának kollektív bűnösségét kimondó határozatot. Yeah.
Elhunyt Szabó Melinda két gyermekes családanya, akinek gyógyulásáért tömegek fogtak össze és szerveztek különféle jótékonysági akciókat. Melindánál 2021 márciusában diagnosztizáltak rosszindulatú vastagbéldaganatot. A daganat eltávolítása sikeresnek bizonyult, az orvosok azonban sajnos áttéteket találtak a nyirokcsomókban, később a májon is. Melinda családja köszöni a támogatást. Szörnyűségbe torkollott a Halloween Szöulban. Legkevesebb 153 ember meghalt, 82-en közülük 19-en súlyosan megsérültek az ünnepi tolongásban. Az elhunytak között 22 külföldi van, Kínából, Iránból, Üzbegisztánból és Norvégiából. Szűkös volt a hely Szöul utcáin, ahol 100 000 mulatozó lehetett Dél-Korea fővárosának egyik népszerű éjszakai városrészében. A világjárvány óta az első szabadtéri maszk nélküli Halloween-t ünnepelték. Helyi média jelentések szerint akkor kezdődött a tülekedés, amikor elterjedt a tömegben, hogy egy meg nem nevezett híresség látogatott a parti negyedbe. A helyszínről készült videókon látszik, hogy hullazsákok hevernek az utcákon, a sürgősségi ellátás újraélesztéseket végez, valamint a mentők megpróbálják kimenteni a mások alá rekedt embereket. Sok holttestet borítottak kék lepedővel, valamint rengeteg rendőr is volt. Leginkább fiatalok gyűltek össze a buli negyedben, az emberek jelmezeket viseltek. A bulizók kaotikus jeleneteket rögzítettek fotókon és videókon, amelyek aztán ellepték a közösségi oldalakat. A képeken számos mentő és civil látható, akik eszméletlennek tűnő embereken próbálnak segíteni az utcákon. Az áldozatok többsége tinédzser, illetve 20 éves, az országban nemzeti gyászt hirdettek. Leállt az ukrán gabona export a Fekete-tengeren, miután az oroszok felfüggesztik a gabona megállapodásról szóló nemzetközi egyezményt. A megállapodást még júliusban írták alá, ami lehetővé tette az ukrán gabona zavartalan kiáramlását az ország kikötőiből. Az ENSZ szóvivője azt mondta, kapcsolatban állnak az orosz hatóságokkal, viszont mindkét félnek tartózkodnia kell attól, hogy bármi olyat tegyen, ami veszélyeztetné a megállapodást. Mindeközben Oroszország és Ukrajna hadifoglyokat cserélt szombaton. A felek több mint 50 katonájukat kapták vissza. Holnap zárul a népszámlálás Szerbiában. A statisztikai hivatal közleménye szerint eddig a lakosság 90%-át sikerült összeírniuk a kérdezőbiztosoknak. Ez pedig gyakorlatilag azt jelenti, hogy a népszámlálóknak egyetlen napjuk maradt arra, hogy a fennmaradó 10%-ot is feljegyezzék. 2011-ben is hasonló volt a helyzet, akkor a népszámlálásra szánt időt végül 5 nappal meghosszabbították. Mivel sok polgár az utolsó napokban jelezte, hogy náluk még nem jártak a kérdező biztos. A terepet idén 15 ezer biztos járja Szerbiában. Eddig több mint 6 millió 100 ezer polgár adatait gyűjtötték össze, október 1-e óta közölték. Nem szűnik a migránsok jelenléte Szabadkán és környékén. A számukra kialakított befogadó központ továbbra is túl zsúfolt. A helyiek félnek, napközben zárják a kapukat, az esti órákban pedig, ha nem muszáj, nem mennek az utcára. Tábortűznél próbálnak melegedni azok a migránsok, akiknek már nem jutott hely a szabadkai befogadóközpont épületében, sőt az udvaron felállított sátrakban sem. Az idő most már őszésre fordult, sürgősen próbálnának továbbállni a migránsok. Folyamatos a szervezkedés, mobiltelefonon egyeztetnek arról, hogy hol és mikor próbálnak majd átszökni a szerb-magyar határon. A szabadkai makhetes városrészben élők szerint a migránsok teljesen ellehetetlenítik a helyi lakosok életét. Otkuznáš, dal sú naoružaní, dal nisu. Kad sú već pucali i sve, ja sam bila sad pre dva ponedeljka u bolnici, isčašla sam rame. Pa ne možeš da sjediš tamo u čekaonici, 90% sú oni. Povređeni, ranjeni, u gipsu, nema šta nije. Šugom film, koji, no, ki tu djom jenik, koji veseji, nam veseji, mi vas olivjeduziš, mi minde, koji njak, no, ami így jócskán lehet őket látni. A migránsok napközben a befogadóközpont környékén tartózkodnak, aki ugyanis regisztrál, az élelmet is kap.
A délutáni és kora esti órákban pedig megindulnak az erdős szakaszok irányába, ahol a legtöbb esetben felfegyverkezett embercsempész bandák várják őket. Ma ünneplik a reformáció napját Bajsán. 1517-ben Luther Márton október 31-én kifüggesztette a wittenbergi vártemplom kapujára 95 tételét, és ebből indult el a reformáció mozgalma. Bajsán az evangélikus templomban istentisztelettel és a reformáció fájának megkoszorúzásával ünnepelték a reformáció 505. évfordulóját. A reformációt ünnepelték Bajsán az evangélikus templomban. Vendéggyülekezetek képviselői és a helyi hívek is részt vettek az istentiszteleten. Kevesen vagyunk evangélikusok, de nagyon büszkék vagyunk a hitünkre, és a reformáció ez egy nagyon fontos ünnep számunkra. Örülünk, hogy ilyenkor együtt ünnepelhetünk. Az istentiszteleten két teológus hallgató, Kádár Dávid és Kósa Martin is szolgálatot teljesített. Dolinszky Gábor evangélikus püspök helyettes hirdetett igét. A reformáció visszarendeződést jelent a krisztusi alapokhoz, nem egy dátumhoz kötött esemény, hanem egy folyamat, hangsúlyozta Dolinszky Gábor. És ezt a folyamatot igyekezzük megélni a mai napon is, és általában az egész egyház életében, tehát az egész esztendőben erre próbálunk fókuszálni, hiszen mi itt a Vajdaságban kevesen vagyunk, akik az evangélikus egyház tagjai vagyunk, de én úgy gondolom, hogy az összefogás, az összetartozással, egymás megerősítésével tudunk növekedni, tudunk nagyjá nőni. Az ünnepi istentisztelet után megkoszorúzták a reformáció fáját a templomkertben. Ma ünnepeljük a reformáció 505. évfordulóját, és természetesen ennek az emlékére ültettük hát 5 évvel ezelőtt a fát, tehát a reformáció 500. évfordulójára, és most 5 esztendő után örvendezve látjuk, hogy ez a fa megnőtt, kiterebélyesedett, és ebben bízunk, hogy hasonlóképpen lesz majd az egyházunkkal is. Az esemény résztvevőinek alkalmi ajándékkal kedveskedtek, a parókián szeretett vendégséggel, barátkozással folytatódott az ünnepség. Mészáros Árpádé a Pataki gyűrű. A díjat az Újvidéki Színház színésze kapta a harmadik Richárd címszerepének megformálásáért. Ez a délvidéki magyar színházi szakma legnagyobb elismerése. Idén Mészáros Árpád érdemelte ki a Pataki gyűrű díjat. A színész az elismerést szombaton este a délvidéki magyar színjátszás napján vette át Szabadkán, az erre az alkalomra készült gálaest keretében. Árpád azt mondta, soha nem gondolkozik azon, hogy melyik szerep mekkora sikert hozhat. Igyekszik jól érezni magát a szerepben, és próbál hiteles lenni. Soha nem felejtem el azt a mondatot, amit még az akadémia alatt hallottam, hogy nem a külső fogja megoldani a szerepet, kis csillag, de nem is fog benne megakadályozni. Amikor ezt úgy kellő mértékben egyensúlyba tudja hozni a színész, akkor azt hiszem, hogy nyert ügye van. És mennyire örülsz most? Nagyon, de valahogy az évek során megtanultam azt, hogy ha nagyon nagy boldogság történik velünk, akkor most illik visszafogott lenni és csendben maradni. A zsűri tagjai Balogh Tibor budapesti színikritikus, Vitkai Kucsera Ágota operaénekes, valamint László Sándor színész a Pataki gyűrű díj tavalyi kitüntetettje voltak. Döntésük egybehangzó volt. Ami a megnyugtató számomra, mert díjazottként nagyon fontos volt számomra, hogy mit gondolnak az akadémisták. És szerintem akkor van rendben egy döntés, amikor összecseng a két generációnak a véleménye. És láss csodát, ma este is ez volt a helyzet. Ugyanis az Újvidéki Művészeti Akadémia színész hallgatóinak 10-es díját, amely az épület 10-es tantermének egy szőnyeg darabkájából áll, ugyancsak Mészáros Árpád vihette haza. Nézzük, milyen témák lesznek a híradó folytatásában.
megkezdődött a téli időszámítás. Max Verstappen volt a leggyorsabb a Forma 1-es mexikói nagydíj időmérő edzésén. Október utolsó vasárnapján, azaz ma elkezdődött a téli időszámítás. Hajnalban egy órával visszatekertük az időt 3 óráról 2-re. Sokan kihasználják az órátállítás pozitívumait, mások viszont ellenzik ezt a szokást, ugyanis több egészségügyi és pszichés mellékhatással járhat. Vasárnap hajnalban 3 óráról 2 órára állítottuk az óráinkat, így egy órával tovább alhatunk. A nappalok rövidebbé válnak, az éjszakákat pedig hosszabbnak érezzük. Ennek viszont számos káros mellékhatása is van. Egyesek kimerültséget, ingerültséget éreznek, de van, akinél emésztés és alvási zavarok is fennállhatnak. Az óráátállítás főleg a csecsemőkre, a gyerekekre, az idősekre és a betegekre hat rosszul. Erről kérdeztük a járókerőket, hogy ők rájuk milyen hatással van ez az átállási időszak. Katona Alex elmondta, a munkáját is hatékonyabban tudja végezni, ha kipihente magát. Szerinte ez a téli időszámításban valósítható meg legjobban. Most a szervezetemnek jobb, mivel egész nap dolgozunk, és most többet bírtam aludni. Ez tavasszal, ez nem éppen így van, akkor még kevesebben. Szóval ez úgy egyszer jó, egyszer rossz. Hát, hogyha standard lenne, lehet, hogy jobb lenne. Jász Csilla, a Pannon RTV munkatársa azon szerencsések közé tartozik, akiknél nem jelentkeztek panaszok, viszont szerinte is egyszerűbb lenne az élet az átállítások nélkül. Most jó, mert egy órával többet tudtunk aludni. Tavasszal ez kevésbé praktikus. Egyébként én nem érzek semmit. Olvastam, hogy van, akinek a szív problémája lett tőle, vagy vérnyomás gondok, bármilyen. Én semmi ilyesmit nem tapasztaltam, lehetséges, hogy valakinek van. Ennek ellenére nem lenne rossz, ha végre befejeznénk, mert az embernek elege van bele. Nem bírom kiszámolni például, hogy most tulajdonképpen hány óra van. Őrmény Imre a nyári időszámításban érzi magát komfortosabban. Én nem szoktam észrevenni, tehát megy az élet tovább az aktuális idő szerint. Úgy gondolom, hogy még fiatal vagyok, az idősebbek adok többször szoktak panaszkodni. Rám nincs különösebb hatással. A szakemberek szerint az is segítheti a szervezetünk átállását, ha kerüljük a koffeintartalmú és alkoholos italokat, és érdemes egy hétre lemondani a délutáni alvásról, így a belső óra is könnyebben átáll. Óbecsén a belvárosi templomkertben ma délelőtt imával és koszorúzással emlékeztek az 1944. októberében mártír halált halt Petrányi Ferenc apát plébánosra. Emléktábláját 10 évvel ezelőtt avatták fel a Szűz Mária mennybevétele templomkertjében. Petrányi Ferenc óbecsei mártír plébános 1944-ben a ma színházként működő Centrál Kávéház épületében lelte halálát. A belvárosi katolikus templom udvarán 2012. októberében avatták fel az emléktábláját. Itt emlékeztek rá imával és koszorúzással az óbecseiek. Beszédet pedig dr. Molnár Viktor, a Vajdasági Magyar Szövetség községi szervezetének elnöke mondott. Petrányi Ferenc és még sok mártírpap társa emlékét őrizzük. Példaképek, akikre felnézünk. A mai megemlékezés ezt bizonyítja. 2022-ben itt vagyunk, mi magyarok, Óbecsén, kisebbségi létben, de egymásra támaszkodva építjük jövőnket, megtartjuk hitünket, iskoláinkat, tervezünk, dolgozunk és jövőt építünk. Petrányi Ferenc 1918-ban egy hitében megroppant közösség élére érkezett, amelyet 26 éven át szolgált. Élete iránytűként szolgál a mai napig, mondta Fuderer László plébános. Nagyon igyekezett a fiatalságnak is utat mutatni, elsősorban a keresztény életre, a megtérésre, de ugyanakkor a helytállásra is, kiállásra a magyarságunkért, a nemzetünkért. A megemlékezést az Óbecsei Szkóla Kántórum énekkar tette ünnepélyesebbé.
Fennállásának 75. évfordulóját ünnepli idén a Múzsjai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület. A jeles jubileum alkalmából tegnap este ünnepi műsort mutattak be az Egyesület színház termében. A Múzsjai Egyesületben az egész évad a jubileum jegyében zajlik, a folyamatos munkájukért pedig jelentős elismerésekben részesültek. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetségtől plakettdíjat kaptak, Magyarországon pedig átvehették a Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjat. Remélem, hogy hasonlóképpen az eddig elmúlt időhöz továbbra is tudjuk tartani ezt a tempót, ezt az ütemet, ezt a munkához való viszonyulást és eltökélt szándékot, hogy nyelvünket, kultúránkat, hagyományainkat és szokásainkat fenntartsuk, átadjuk a következő nemzedéknek. A rendezvény résztvevőit köszöntötte Kovács Elvira, a VMS alelnöke. Hogy ezt eddig is megtettük, mindig segíteni fogjuk a Petőfit abban, hogy meglegyenek a minimális munkakörülmények, és el tudjanak utazni a különböző föllépésekre. Nagyon jó, hogy itt a szorványban is mindannyian kitartanak a hagyományaik megőrzése mellett, és hogy mindig találnak gyerekeket is, fiatalokat is, akik tovább viszik ezt a munkát. Múzsja rendkívül fontos hely a Közép-Bánátban élő szorvány magyarság megmaradása szempontjából, amiben a kultúra ápolásának külön szerepe van. Ez az a pillanat, ez az a nap, amikor azt érzi az ember, hogy van, beérik valami, van mire visszatekinteni, van egy közösség, akivel mindenre vissza lehet tekinteni, és van egy olyan közösség, van egy olyan mag, és van utánpótlás generáció, ahogy ezt a színpadon láthattuk is, akiért érdemes tovább csinálni. Fremond Árpád, a Magyar Összefogás lista vezetője köszönetet mondott mindenkinek, aki közreműködött abban, hogy a Múzsjai Egyesület a nehéz időkben is fennmaradjon. A kultúregyesületek voltak azok, amelyek összetartották és összefogták a közösséget. Egy ilyen szempontból egy rendkívüli közösség megtartó erejük van, és örülünk annak, hogy egy ilyen 75 éves jubileumot tudunk ma itt ünnepelni Múzsján, és bízom abban, hogy az elkövetkezendő időszakban is ez az egyesület fent tud maradni, és ilyen olyan értékeket tud adni ennek a közösségnek, amelyeket adott az elmúlt időszakban. A jubileumi rendezvényt megáldottak alapis Stoján plébános. Felléptek az egyesület néptáncosai, énekcsoportjai és citerásai. Az egyesület egykori vezetői, tagjai és támogatói pedig elismerésben részesültek. A hónap utolsó vasárnapján a szokásokhoz híven megtartották Magyar Kanizsa község legnagyobb vásárát, a Kispiaci Vásárt. A hűvös idő ellenére árusból és látogatóból sem volt hiány. A vásárra a Magyar Összefogás listáján szereplők és a Vajdasági Magyar Szövetség tagja is kilátogattak. A Kispiaci Vásáron szinte minden megtalálható. Nem is véletlen, hogy ekkora népszerűségnek örvend. A környékbeli településekről rendre érkeznek látogatók. Látom azt, hogy fölhozatal van szépen, sok az árus, kevés a vevő, és hát én abban bízok, azért még délfelé így esetleg mi többen meg fogja jelenni, mint eddig, ahogy bejöttek a vásárlók. A játékoktól kezdve a használati tárgyakon át egészen a különböző növényekig minden kapható volt a Kispiaci Vásárban. A bogarasi Zabos Erikánál szobanövények és kinti növények nagy választéka volt kapható. Most inkább a kintelelő, esetleg temetőbe, amit ki tudnak vinni, meg hát ajándékba, amiket ugye el tudnak vinni, orchideák, szobanövények. A kirakodó vásár mellett jószágvásár is várja ilyenkor az érdeklődőket. Útott Róbert, tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes, az állattenyésztőket érintő támogatásokról nyilatkozott. Több mint 185 millió dinár került tartományi szintről ennek az ágazatnak a megsegítésére, farmi felszerelések támogatására, tenyészállatoknak a vásárlására, és úgy gondolom, hogy ezt az ágazatot tartományi szintről a jövő évben is, az elkövetkezendő időszakban is folyamatosan erősíteni kell. A vásárra a Magyar Összefogás jelöltje, Pletikoszik Árpád is ellátogatott, aki elmondta, hogy különböző újdonságokkal még színesebbé lehetne tenni az egyébként is közkedvelt Kispiaci Vásárt.
fel, akár különféle mezőgazdasági újításoknak a bemutatójára is sor kerülhetne, mind a mellett kulturális rendezvények, eseményeknek ide vonzásával, akár még nagyobb tömeget, vagy akár más korosztályt is ide tudnák csábítani. A vásár tehát a borongós, szomorkás idő ellenére is sikeresnek bizonyult. Énekes vetélkedőn mérték összetudásukat az általános iskolás gyerekek Tisza-Kálmán falván. A délbácskai településen 16. alkalommal tartották meg a Sulisztár nevű vetélkedőt. Összesen 44 gyerek lépett fel a Sulisztáron. A közönség 29 produkciót láthatott, ebből 25 volt versenyszám. Te milyen zenével készültél erre? Mici Maszkó. És mondd nekem, mit jelent számodra ez a dal? De miért éppen Mici Maszkót választottam? Hát azért, mert nekem az jó és praktikus hozzám. Paulinától az ajándékot énekeljük csapatba, ötten, és azért választottuk, már szép is, a ritmusa is szép, és tetszik, szeretjük ezt a dalt. A rendezvényt Vicsek Anna Mária, a VMS újvidéki szervezetének elnöke nyitotta meg. Tele van a terem, rengeteg a bejelentkező gyerek, rengeteg az a gyerek, aki csak eljön megnézni, hogy milyen ez a Sulisztár, és azt hiszem, hogy nekünk nagyon fontos minden ilyen rendezvénynek a támogatása, nem véletlen, hogy a Magyar Nemzeti Tanács és az Újvidéki Városi Szervezet is, illetve maga a város is, mint civil szervezetet támogatja a rendezvénynek otthont adó Petőfi Sándor Művelődési Egyesületet. A Sulisztár azért is fontos lehet a gyerekek számára, mert lehetőséget ad nekik arra, hogy kibontakoztassák a tehetségüket, hangzott el az eseményen. Megtörik bennük az a szégyenlőség, az a esetleg színpadi félelem, szereplés a közönség előtt. Én gondolom, hogy nagy mértékben erőt tudunk biztosítani ezzel is, és mutatni a közösségünk felé, hogy igen, ha összefogunk, akkor ilyen nagy számban tudnak szerepelni a gyerekek. A versenyzőket több kategóriában díjazták, valamint külön díjakat is kiosztottak. Nagyon tehetséges gyerekeket láttunk ma, nagyon szép fellépéseket, persze voltak kiemelkedő fényszemek a műsorban, de én mindenkinek így utólag is gratulálnék, mert tényleg színvonalas műsor sikeredett itt. A gyerekek felkészítésében összesen 15 oktató vett részt. Szülők, oktatók, zenetanárok készítik fel őket, és ugyanakkor az a nagyon fontos, hogy a Sulisztár az kizárólag magyar nyelven elénekelt énekeket mutat meg a színpadon, és ezért így ilyen formában ápoljuk az anyanyelvünket is. A Sulisztár idén is megtartotta a nemzetközi jellegét, a rendezvényre ugyanis Magyarországról is érkeztek fellépők. Max Verstappen, a Red Bull már világbajnok pilótája volt a leggyorsabb a Forma 1-es mexikói nagydíj időmérő edzésén, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. A holland versenyző idei 7. pályafutása 19. pól pozícióját ért el. Verstappen mögül a Mercedes-t vezető George Russell vág majd neki a viadalnak, a 3. helyről pedig Lewis Hamilton indul majd. A 71 körös mexikói nagydíj közép-európai idő szerint vasárnap 21 órakor kezdődik Mexikóvárosban. Eddig tartott a híradó, jöjjenek még egyszer a nap kiemelt hírei címszavakban. Az ártatlan áldozatokra emlékeztek Csúrogon. Holnap zárul a népszámlálás Szerbiában. Mészáros Árpádia pataki gyűrű. Szörnyűségbe torkolott a Halloween Szöulban. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha tehetik, folytassák velünk az estét. Minden jót kívánunk, a viszontlátásra!